Megszavazta az országgyűlés a 2021-es költségvetési törvényt. Varga Mihály pénzügyminiszter úgy fogalmazott, a 2021-es büdzsé a gazdaságvédelem költségvetése. A járványügyi készültség fenntartása mellett biztosítja a családok támogatását, és 16%-kal több forrást juttat az önkormányzatoknak. A főpolgármester szerint viszont az új költségvetés ellehetetleníti az önkormányzatokat, a Budapest adó évente 20 ezer forintot vesz el minden egyes fővárositól. Az országgyűlés az egységes költségvetési törvényjavaslatot 133 igen, 61 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. A jövő évi költségvetés a koronavírus járvány elleni védekezésre, a gazdaság újraindítására, a munkahelyek megvédésére és az új munkahelyek létrejöttének támogatására épül. Előbbire csak nem 3000, utóbbira 2550 milliárd forint jut. 2021-ben 4,8%-kal növekszik várhatóan a magyar gazdaság. Az államháztartás hiánya mínusz 2,9%-os lesz. A bruttó hazai termék 69,3%-ára fog visszacsökkenni az államadósság mértéke, és a infláció mértéke pedig 3% körül alakul az év egészében. Varga Mihály elmondta, visszaépül a 13. havi nyugdíj, emelkednek az ápolási díjak, 2295 milliárdot költenek családtámogatásra, és 2230 milliárd forintot oktatásra. Kocsis Máté arról beszélt, a baloldal által benyújtott javaslatok 6400 milliárd forintos kiadást jelentettek volna, és 17%-os inflációba taszították volna az országot. Összességében azt elmondhatjuk, hogy a beruházások felszámolását, a túlköltekezést, az adóemelést és a családok támogatásának megvonását jelentette az ellenzék javaslatainak az öme, ezért ezzel nem tudtunk egyetérteni. A pénzügyminiszter kiemelte, ha az 5%-os gazdasági növekedés elindul, akkor az önkormányzatok bevételei gyarapodnak. A főpolgármester, Polgár, Érd és Gödöllő polgármestere viszont nem így gondolja. Nyilvánvaló politikai célja, hogy tönkretegye a magyar önkormányzatiságot. A főpolgármester hangsúlyozta, tovább kell erősíteni az önkormányzatok és az általuk képviselt polgárok érdekeit. Amikor egy önkormányzattól pénzt vesznek el, akkor nem a polgármesterektől veszik el a pénzt, hanem a helyben lakó emberektől. Az ő jogos igényeiket nem fogjuk tudni kielégíteni akkor, amikor elvonásokat kell elviselnünk. A kormánypárt közleményben reagált a főpolgármester szavaira. Szerintük Karácsony Gergely folyamatosan panaszkodik, pedig 10 milliárd forinttal több marad Budapestnél jövőre.